Több hektáron áll a Jegesvíz Újfehértó határában. A városban és környékén annak földrajzi fekvése miatt gyakran okoz problémát a belvíz. Az elmúlt időszak csapadékos időjárása most is nyomot hagyott a területen. A fagyos idő azonban enyhít a belvíz helyzeten. A vármegye több pontján láthatók ehhez hasonló körülmények. Az Agrárkamara szerint azonban nincs szó a térség gazdálkodóit sújtó általános problémáról. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye most ebből a károkból vagy veszélyeztetett területekből egy kicsit, mint a kimaradhatna. A falugazdászhálózaton keresztül gyűjtöttünk be adatokat. A Kraszna-Szamos környékén, ilyen árterületeken foglalt vissza itt a víz magának bizonyos területeket, de a falugazdászok jelentése szerint ez olyan kismértékű, hogy most ebbe a szeles időbe, meg ahogy elállt az eső, ez nem hagy még olyan nyomokat, hogy ez bármilyen kárbejelentéssel járna. Inkább talán az átnedvesedett területen, ahol később betették el az őszi kalászosokat, ott fordulhat elő, hogy ez a felázott talaj a hideg hatására felfagyhat, az kipusztulhat a növény, de ezt még most nem látni, majd a március környékén lehet arról beszélni, hogy szükséges a kárbejelentést tenni. A belvizes területen gazdálkodók számára az elmúlt időszakban történt jogszabályi változások több lehetőséget adnak. Talán még kedvező is az a jogszabályi változás, hogy ilyen vizes területeket most már nem kell kivonni a termelésből, hanem fel lehet áldozni akár úgy is, hogy megtartjuk ezt vizes területnek, és akkor mondjuk 5 évig vagy 10 évig is tartunk itt vizet, és akkor ugyanaz a támogatás járna rá, mintha ezt a területet művelnénk, ugyanis ezzel népgazdaságilag, illetve a gazdatársak egymásnak is sokkal több hasznot szolgáltatnak, ha vízfelület lesz ott, és akkor akár a fagy szempontjából jó lehet ez korai fagyoknál, mert enyhébb a levegőhőmérséklete ott, ahol vízfelület van, illetve ha ezt ott tudnánk tartani egy április vége, május elejéig, és akkor ez a talajba szivalkodni, ez a csapadék víz befelé, akkor ez javíthatná a víztesteknek az állapotát. Szakemberek szerint elengedhetetlen lenne, hogy így módon egyre több felszíni víz álljon rendelkezésre a térségben. A nyírség vízgazdálkodásának fejlesztéséről szóló tervezet 2023-ban készült el. Ez az elmúlt 50 év egyik legjelentősebb vízügyi beruházása a vármegyében.